Megbeszélést tartott Alekszej Lihacsov, a Rosszatom állami vállalat vezérigazgatója, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Az elmúlt években Európa súlyos energia ellátási biztonsági kihívásokkal nézett szembe, aminek az egyik legfőbb oka az volt, hogy itt Európában az energiaellátás kérdését súlyosan átpolitizálták és átideologizálták. De számunkra az energiaellátás kérdése az egy fizikai, realitásbeli kérdés. Számunkra az sem nem politikai, sem nem ideológiai ügy, és főleg azért nem, mert sem politikai nyilatkozatokkal, sem ideológiákkal nem lehet fűteni, és azokkal nem lehet egy gazdaságot működtetni. Ugyanakkor az energiaellátás biztosítása az egész ország számára a kormány kötelessége, és ezért fontos, hogy növelni tudjuk a függetlenségünket, vagyis csökkenteni tudjuk a kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi energiapiacoktól, hogy meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés eredményeit, és meg tudjuk védeni a környezetünket. És ha azt a kérdést tesszük fel, hogy hogyan lehet úgy nagy mennyiségben villamos energiát termelni, hogy az olcsó legyen, biztonságos legyen, és közben megóvja a környezetünket is, akkor erre a válasz egyértelmű, erre kizárólag a nukleáris energiával van lehetőség. A nukleáris energiával el tudjuk érni azt, hogy a saját villamosenergia felhasználásunk nagy részét magunk állítsuk elő, mindezt olcsón, biztonságosan, és a károsanyag kibocsátás csökkentésével tudjuk megtenni. A miniszter úgy vélekedett, az atomenergia az egyetlen módja annak, hogy nagy mennyiségben, biztonságosan, olcsón és fenntartható módon termeljenek áramot. Az ország ellátásbiztonsága nemzeti érdek. És a nemzeti érdek azt diktálja, hogy növelnünk kell a nukleáris energiabeli kapacitásainkat, ez pedig csak úgy lehet, hogyha új atomerőművi blokkokat építünk. Ugye Európában ma súlyos viták zajlanak a nukleáris energiáról, két részre szakadt az Európai Unió ebben a tekintetben. Van egy pro-nukleáris koalíció, meg van egy anti-nukleáris koalíció. És mi a pro-nukleáris koalícióhoz tartozunk természetesen, amelyet Franciaország vezet, tehát nem rossz csapat. És látszik, hogy a nukleáris energiával szembeni támadások semmifajta ténybeli megalapozottsággal nem rendelkeznek, azok kizárólag ideológiai alapon állnak. Éppen ezért világossá tettük, hogy mi semmilyen szankcióhoz nem járulunk hozzá, amely a nukleáris energetika területét sújtaná, és világossá tettük, hogy az még csak elő sem fordulhat, hogy a 12. szankciós csomagban a nukleáris energia bármilyen módon korlátozásra kerülne, és azok a javaslatok, előterjesztések, amelyekről jelenleg tudomásunk van, azok nem is tartalmaznak a nukleáris iparra vonatkozó szankciókat. De még egyszer szeretném aláhúzni, mindegy is, hogy a javaslatok mit tartalmaznak, vagy tartalmaznának. Magyarország soha semmilyen a nukleáris ipari tevékenységet korlátozó szankcióba nem fog beleegyezni. A tárcavezető, a Rosszatom orosz atomenergetikai vállalatot vezető Alekszej Lihacsovval közösen tartott sajtótájékoztatóján üdvözölte, hogy megkezdődött az új reaktorok építése Pakson, és rámutatott, hogy a bővítés ma a létesítési engedéllyel rendelkező legnagyobb nukleáris projekt a kontinensen. Jó hír, hogy mindkét leendő blokk alatt 5 méteres mélységig megtörtént a talajkiemelés. Ez azt jelenti, hogy 1,5 millió köbméternyi földet termeltünk ki, és innentől majd bizonyos pontokon egészen 23 méterig is meg fog történni a talajkiemelés. A résfalazási munkák jó ütemben haladnak, folyamatos a munkavégzés. A legmélyebb pontján 32 méter mélységű résfal teljes hossza 2700 méter lesz, vastagsága 1 méter. Egy német-amerikai cég építi a résfalat, és jelenleg 2 kilométernél tartunk, tehát 77%-os készültségben van a résfal. Ez egy bevált mélyépítési technológia,
amelyet évtizedek óta alkalmaznak világszerte, így Magyarországon is, például ha valaki egy mélygarázs építését nézi meg, ott is résfalazás van, más dimenzióban, mint Pakson természetesen, de például a budapesti Moltorony építésénél is szükség volt résfal bevetésére a biztonság érdekében. November elején megkezdtük a talajszilárdítási munkákat is, és ez is egy bevált nemzetközi módszer arra, hogy nagy tömegű létesítmények alatt megerősítsék a talajt. Összesen 17 hektáros területen kerül sor talajszilárdítási munkákra. 75 ezer talajszilárdítási furatot fogunk készíteni. Naponta körülbelül 100 ilyen furat készítésére van lehetőség a jelenlegi kapacitással. És a következő fél esztendőben pedig 60 a beruházáshoz szükséges felvonulási épület építése fog megtörténni. Ma aláírtuk a következő évekre vonatkozó ütemtervet, és ezen ütemterv alapján azt tudom önöknek mondani, hogy a következő évtized elején hálózatra fogjuk tudni kapcsolni azt az új atomerőművet, amelyet itt építünk. Végezetül pedig azt szeretném mondani önöknek, hogy ennek a nukleáris beruházásnak köszönhetően Magyarország azon 20 ország között fog maradni a világon, amelyek képesek arra, hogy úgy növelik a gazdasági teljesítményüket, hogy közben csökkentik a károsanyag kibocsátását. A helyzet ugyanis az, hogyha ez a két blokk itt megépül, akkor évente 17 millió tonna széndioxiddal kevesebbet fogunk kibocsátani a levegőbe. Ez gyakorlatilag háromszorosa annak, mint amit évente a magyar erdők el tudnak nyelni. Ráadásul igazi nemzetközi együttműködésről van szó, hiszen az orosz fővállalkozó mellett több amerikai, német, francia, svéd, osztrák, illetve már 94 magyar céget is bevontak. Mientov со слов благодарности, господин Сиярта, мы хорошо знали, что вы дважды. Miniszter úr, teljes mértékben támogatom a szavait, amit a világ és egyéb országok jövőjével kapcsolatban mondott. Az atomenergiának nem lesz alternatívája. Jelenleg ez a legstabilabb, legjobban megjósolható és környezetvédelmi szempontból a legtisztább energiaforrás. Ez a két magyar blokk különös figyelmet érdemel a mi részünkről. A Belarus projekt vezetője, Polenyin úr érkezett ide Magyarországra, és a legjobb erőinket fogjuk ide irányítani azért, mert itt a követelmények a magyar vezetőség részéről nagyon magasak. Alekszej Lihacsov vezérigazgató ezen kívül kihangsúlyozta, hogy a 2030-as évek elején várható az átadás. Addigra nem csak a két új blokk és a munkaerő kiképzése lesz kész, hanem a fűtőanyag szállítása is biztosított lesz.